Az elsők között vette fel tegnap a koronavírus elleni vakcinát professzor dr. Dömötör Endre, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház traumatológiai osztályának egykori vezető főorvosa. Én természetesen, mikor megkaptam, mint 93 éves nyugdíjas a felszólítást, az a első nap kitöltöttem és visszaküldtem a jelentkezési lapomat. A nyugalmazott osztályvezető főorvos szerint az orvosoknak nagyon fontos feladatuk a jelenlegi helyzetben. A védőoltás népszerűsítése, legyen szó sebészről, bőrgyógyászról vagy belgyógyászról, aktívan dolgozó vagy nyugdíjas kollégáról. A főorvos is így tesz, mint elmondta, missziójának tekinti, hogy felhívja a családja, ismerősei, egykori betegei figyelmét a gyógymódra, amely visszaadhatja az embereknek a normális életet. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem kell félnünk egyik vakcinatípustól sem. Talán, mintha a Pfizer a 95%-ot írná, de az oroszok is leírják, hogy 85-től 90, az a pár százalék már nem számít. Én hiszem az én információim alapján, mert igyekeztem utána nézni saját magam miatt is, hogy gyakorlatilag nincs különbség. Engem megkérdeztek, hogy mit akarok, mondom, bármelyiket. Bár, mint orvos, igaz lelkiismeretemre mondom, hogy bármelyiket be lehet adni. A témáról bővebben is szólunk mai kiemelő magazinunkban.